Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ebben a videóban most a D-beatet fogom megmutatni. Mi 80-as évekből különböző hardcore punk zenekarokból alakult ki, vagy hardcore punk zenekarokban. És ennek különböző variációi terjedtek el metal, illetve hardcore műfajokban, illetve az alap punk műfajokban. Vagy említhetném akár a svéd extrém D-beat verziókat is. Az egésznek az alapja egy nagyon egyszerű rock 2-4-es groove, ami fel van gyorsítva, illetve annyi, hogy a ride-on van játszva, ugye ez az alap, ezt megmutatom gyorsan. Lényegében erről a groove-ról van szó. Meg fogom mutatni, hogy hogy néz ki lassan, hogy néz ki színek nélkül. Hogy mindenki meg tudja tanulni, akár olyan is, aki nem dobol, vagy csak kicsit érdekelt a témában. Aztán megnézzünk erre egy-két variációt, hogy hogyan lehet ezt durvítani. Ugye dupla lábdobbal, illetve különböző cintányérés kiállás variációkkal, fillekkel. Úgyhogy akkor nézzük meg lassan, aztán megmutatom, hogy miket lehet ezzel még így csinálni. Azon kívül, hogy lehet gyorsan játszani, lehet belőle bele extra lábdobokat tenni, lehet cinen játszani, lehet crash-en játszani, lehet akár a tamon, ami elég gyakori. Introknál, átvezetőknél vagy olyan részeknél, ahol csak a basszus és a dob megy. Aztán ezen kívül, ami nekem még nagyon tetszik, hogy bevált, az az, hogyha megfordítjuk, miszerint a pergővel indul az egész, ezt is elmutatom így lassan darabokra szedve, aztán megmutatom, hogy hogyan néz ki tempóban.
Lényegében nagyon egyszerűnek tűnik, de borzasztó nehéz és fárasztó játszani. Úgyhogy durva tempókhoz érdemes megedződni hozzá, illetve valamilyen dobos tapasztalattal rendelkezni. Elég sokat kell gyakorolni mindenképpen, hogy jól szóljon, illetve jól menjen. Mindenkinek azt javaslom, hogy értse meg az egésznek az esszenciáját, lassan hogyan működik ez az egész, hogy aztán ezt fel lehessen gyorsítani, meg aztán mindenfélét bele lehessen játszani. Illetve ugye a passzív zene hallgatása az egyik legegyszerűbb módja a tanulásnak még emellett, hogy érdemes kézzel, lábbal így kigyakorolgatni padon vagy akár minden asztalon, és a zene hallgatás által ugye megtanulni, hogy mi ez egyáltalán, hogy halljad, tehát ne csak értsed, hanem halljad is, amit csinálni kéne, vagy csinálni szeretnél, hogy ezt a D-beatet le tudjad játszani. Na hát azt hiszem ennyi, amennyit így el tudtam erről így mondani hirtelen. Ezen kívül szerintem most itt nagyjából nincsen semmi, úgyhogy ha bármi kérdés, sóhaj van, akár ezzel kapcsolatban, akár mással kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok meg kommentben, hogy mire vagytok kíváncsiak, illetve e-mailben és Facebookon is megtaláltok. Köszi szépen a figyelmet, jó gyakorlás, jó dobolást kívánok mindenkinek, sziasztok!